hősünk nem vitás. S hogyha nagy a veszély, van megoldás, ne félj, csak a neved mondjuk, s te már jössz. Hát figyelj, tábarúga, lesz bőven munkád. Ennyi izgalom után megéheztem. Gyere, ments meg, tábarúga, látod, szükségünk van most is rád. Hurrá, és itt jön Arktos, sárkány, a sok rossz. Átkozott gonoszság, az a csúf tervük, hogy egyszer végül hígtömbé váljon a világ. Kicsit tábaluga, de nem soká nagy sárkány leszel. Míg repülni is tanulsz, és ha mindent megteszel, a holdig érhetsz el. Hát csak figyelj, tábaluga, lesz bőven munkád. Gyere, ments meg, tábaluga, nézz, szükségünk van most is te rád. Holdvilág. Szóval, hol van már? Tudod, milyen tabaluga? Bárhol lehet. Ó, Heidi, néhány pillanat múlva biztosan megérkezik. Végül is ő hozza a kosarat a piknikre. Igazán siethetne, tabaluga. Már éhes vagyok. Türelem, kicsikéim. Nem sokára itt lesz. Nézzétek a holdat. Hát nem csodálatos? Elég szép ahhoz, hogy átváltozzam egyszer csak egy férfarkassá! Gyerekek, gyerekek! Hagyjátok abba! Segítség, segítség! Ne haragudjatok, hogy késtem. Azon tűnődtünk. Ezúttal mit találtál ki, tabaluga? Ó, ismersz, Nessája. Kalandok, meg minden. Nos, ha mindannyian készen álltok, azt hiszem, elkezdhetjük a pikniket. Nézzétek, ott van az ember a holdon. De nincs is ember a holdon, hiszen mindenki tudja, hogy a hold sajtból van. Ebben nem vagyok biztos. Te mit gondolsz, Nessája? A hold egy másik világ. Majdnem olyan, mint a miénk, de senki nem él ott. Hű, szeretnék eljutni oda. Szerinted lehetséges? Nem, tabaluga. Attól tartok, ahhoz a hold túlságosan messze van. Elrepülhetnék oda. Menne! Nagyon későre jár, kicsikém. Valami baj van? Nem. Nessája elmesélt nekem mindent a napról és a holdról. Mondd csak, te már voltál a holdon? Hogy én? A holdon? Túl messze van ahhoz, hogy oda repüljek. De te vagy az egyik legnagyobb madár. Te bírnád a nagy távolságot és... Senki sem juthat fel a holdra, tabaluga. Nem az számít, mennyit tudnak repülni. Na, azt majd meglátjuk. Jó ét, tabaluga! Éppen most akartam lefeküdni. Biztos voltam benne, hogy Nessája egész este leckét ad majd neked. Nem, csak beszélgettünk a napról, a holdról. Nagyon érdekes volt. Az jó, de későre jár. Most már menjünk aludni. Hogy lehet annyira messze?
szinte meg tudom érinteni. Dehogy tudod, senki sem tudja. Még Arctos sem azzal a sok kütyűjével. Hát persze, Arctos, ő megmutathatja a holdat. Arctos? Hát nem ő személyesen, de a távcsöve igen. Te meg mi a csodáról beszélsz? Arctosnak van egy távcsöve. Nessaja azt mondja, azzal kémkedik utánunk. Ha elég ügyes szerkezet ahhoz, hogy Arctos mindent lásson itt jégvilágból, akkor biztosan van ereje ahhoz is, hogy fellássunk a holdra. Hát ez meg miféle buta ötlet? Alig, ha nem fáradtabb vagy, mint én. Gyere, jobb, ha most lefekszel. Holnap mindkettőnknek korán kell kelnünk. A király parasztja egyet előre. És? Sakkmatt. Csak hogy az a paraszt nem üthetné le a királyomat. Azért, mert az már nem paraszt. Most léptettem elő lovaggá. Mi? Hiszen azt nem teheted. Csuhu! Én vagyok jégvilág egyetlen uralkodója. Ezért én azt teszem, ami nekem tetszik. Bocsáss meg, csodálatos bölcs fehérséged, uram. Igen, igen, mi van? A keselyű kémszervezet 66-os ügynöke fontos bejelentést kíván tenni. Ó, remek, hát akkor küldj be! De már bent van. Hol? Én nem látok semmilyen... Egy fa üvegvárosban! Walter, 66-os ügynök jelentést tesz, uram. Jól van, nyöbb már ki végre! Felséges jegességed, a kollégáim és én napi 24 órában figyeltük a kis zöldet, ahogy parancsoltad. Furfangos álcákkal, fortélyos lehallgató eszközökkel és még egy csomó trükkös módszerrel nemrég megtudtuk, hogy a hitvány üllő... Igen? Különleges külön órákat vett az óriás teknőstől. Igen, igen. Méghozzá a holdról. Igen. Mi van? 66 legjobb ügynököm követi Tabalugát egy álló héten át, és ez a legjobb információ, amivel előállsz, hogy Tabaluga sokat tanul a holdról. Nem, várj, nem ez a legjobb része. A gonosz tűzköpő jelenleg épp úton van üvegvárosba. Mi? És egyedül van. Hú, így még jobb! És azért jön ide, hogy megszentségtelenítse a királyi távcsövet saját gonosz holdbámulós céljaira. Tökéletes! Nem is hiszek a szerencsémnek, még csak nem is kell üldöznöm azt a nyamvad szörnyet. Jön ide hozzám! Tökéletes! Nem sokára oda kerül, ahová tartozik, és ott azonnal megfagy! Bocsáss meg, fantasztikus fagyosságod, de megcsillant elmémben egy aprócska gondolat, ami hozzájárulhat a már így zseniális terved sikeréhez. Magam is pontosan erre gondoltam, James. Igen, néha zavarba ejtő, milyen jól olvasol a gondolataimban, de ez lesz a tökéletes végzet annak a nyomorult kis zöld lénynek. Figyelem! Őrségbe! Megint erre a melóra. Én keselyű vagyok, én melegebb vidéken élek. Pont ez a baj a diktatúrával, abban nem gondolnak az egyes madárra.
Ó, annyira fázom, nem lehet rendesen őrködni, ha vacog a csőröm. Tudom, hogy mit kell csinálni ezekkel. Melyik kar mit csinál? És hogy? De abból nem lehet baj, ha csak belekukkantok. Szerencsém van. Nos, ifjú barátom! Ez is valami újabb zöldföldi támadási terv? Csak úgy betörsz a védtelen palotába, mint szabotőr? Békeszerető állatokra támadsz? Nem az van, amire gondolsz. Én éppen csak nem gondoltam, hogy haragudnál, ha... Eszedbe se jusson megpróbálni kimagyarázni magad, zöld szabotőr! 100 őr támogat engem, minden perc van egyre több! Neked reményed sincs! De biztos, hogy nem is akarsz menekülni, ha rájössz, mennyire nagyszerű barát lehetek. Tessék? Igen! Tudod, én nem vagyok az ellenséged. Bármit is mondanak rólam zöldföldön, egyáltalán nem igaz. Az csupán ostoba mese, hogy ráijesszenek a kicsikre. Csak mese volna? Hát persze! Látod, nem is vagyok annyira ijesztő. Hát nem. Na ugye? Akkor most mondd el, miért döntöttél úgy, hogy meglátogatsz? Meg lehet, hogy segítek neked. Én el akartam jutni a Holdra. Elég volt! Hisz, miért is ne? De mindenki azt mondta, hogy az túl messze van. Ezért azt gondoltam, hogy először inkább megnézem a távcsöveddel. Ne haragudj, ha... Ó, oda se neki, fiam! Hiszen ez nem probléma, de támadt egy sokkal jobb ötletem. Mit szólnál ahhoz, ha tényleg eljutnál a Holdra? Komolyan? Hát persze! A mérnökeim feltaláltak egy igen érzékeny űrutazó eszközt, amivel el lehet jutni egészen a Holdig. Most ugye csak tréfálsz. És te lehetsz, Tabaluga, az első utasa? Ó, azt nagyon szeretném! Amint azt te is látod, az Arctos 1 űrkilövő a legújabb jégvilági technikát képviseli, megtalálható rajta minden biztonsági elem. A biztonsági övet elég szoros? Igen, talán kicsit túlságosan is. Jó, ettől lesz igazán biztonságos. Nos, ez a gépezet kilő téged az űrbe jóval a légkörön túl, egy szempillantás alatt. És amikor elkezdesz lassulni, te csak ne aggódj, utána repülhetsz, ha kitárod a szárnyaidat és siklasz. Kész vagy? Azt hiszem. Felkészülni! Felkészülni! Mehet? 3, 2, 1, kilövés! Üdvözlöm a Holdat, füstölgő! Kiszabadulni! Csapdába estem! Oh!
Ki zavarta meg a nyugalmamat? Tabaluga vagyok, és szeretnék eljutni a Holdra. Akkor a legjobb helyen jársz, hiszen most éppen rajtam állsz. Sőt, egy kicsit fájdalmas is volt, ahogy landoltál. Megtennéd, hogy egy-kettőt balra lépsz? Bocsánat. Köszönöm. Nos, mit tehetek érted? Én csak a saját szememmel akartam látni, hogy igaz-e, amit a Földön mondanak a Holdról. Hogy te időt csinálsz. Időt csinálok? Igen. Azt mondták, ahogy a Föld körül forogsz, úgy változnak a hónapok. Ó, igen. Ez igaz. És hogy rajtad múlik, hogy a tengeren mikor van minden nap apály és dagály. Óramű pontossággal. Ó, hát persze. Nézd, megmutatom. Látod odalent a delfineket? Most figyelj! Ez furcsa! A dagája egy picit korábban jön. Pedig csak órákkal később kellene. A Holdat biztosan megzavarhatta valami. Tényleg te irányítod az árapályt? Hogy csinálod ezt? Ó, ez természetesen jön, tudod, adottság. De hogyan működik ez az adottság? Hát a gravitációval. Van egy kis vonzerő, tudod? És mi érezzük a Földön ezt a vonzerőt? Nem, de minden nap látjátok. Hol? Természetesen árapály idején. Ahogy a Föld körül keringek, magam felé vonzom az óceánt. Ó, most már értem. Olyankor szokott lenni az apály. Pontosan. És ahogy mozgok a tőlem legtávolabbi óceánt, kevésbé vonzom. Világos, olyankor van dagály. Megmutatod, hogyan csinálsz időt? Nem én készítem az időt. Én csupán jelzem. A Föld lakói az én röppályám alapján mérik az idő múlását. Úgy érted, mint egy óra? Pontosan. A tudósok évezredek óta jegyzik fel a mozgásomat, és így az idő múlását. A szerelmesek pedig szeretik nézni a fényemet. És te örökké itt leszel? Örökké? Örülök. El sem tudom képzelni a világot nélküled, és a fényed nélkül. Olyan sok tennivalód van még. És neked is, kis barátom. Igaz. Köszönöm, hogy időt szakítottál rám, hogy elmagyarázd. Nagyon örülök, hogy végre megismerhettelek. Én is örülök. Szervusz! Szervusz! Mit csinálsz idefent, fiam? Messze kerültél otthonról. Képzeld, apa, a Holdon voltam. Arctos küldött engem oda, és beszéltem a Holddal. Nagyon kedves volt. Mesélt nekem az időről, megmutatta, hogy... Ez nagyon veszélyes ötlet volt, Tabaluga. De nem is. A Hold kedves volt és barátságos. Én nem is a Holdra gondoltam, hanem Arctosra. Az egy gonosz hóember, nem bízhatsz meg benne. Meg is hallhattál volna ezen az űrutazáson. De... Mielőtt még egyszer ilyen butaságot tennél, beszéld meg Nessajával, vagy velem. Tévedtél! Ó, nem ez lenne az első. Eljuthatunk a Holdra. Ó, Tabaluga! Én most jártam ott. Tabaluga, senki nem képes erre. Nem számít az, hogy mennyire jól repül. Hát, ez azért lehet, mert nem is repülsz a Holdra, hanem siklasz. Figyelj, megmutatom. Látod? Egyszerűen így haladsz, és a Hold gravitációja magához vonz téged. Láttad, hogy kilőttem? Bum! Űr áldjon, Tabaluga! Hogy én milyen páratlan vagyok! Néha csak ámulok, milyen zseniális terveim vannak! Igazából zsenialitásod
Az én ötletem volt. Oh, én egy igazi lángész vagyok. Hogy kilőttem Tabalugát az űrbe? De hát én mondtam az ötletet neked. Vajon hol lehet most? A Jupiteren? A Szaturnuszon? A szomszédban? De hiszen az én ötletem volt, fagyosságot. Csuhú! Mutasd azon a kristályizén, hogy mi van most Tabalugával! A fiatalok olyan szeleburdiak! Szegény pára bizonyára csúnya balesetet szenvedett, remélem! Mi a... Au! Mi történt? Oh, igen, az űrhajó, a hold, a delfinek, árapály, épp ahogy Nessája mondta. Akkor ez nem lehetett csak álom. Ó, minden rendben. Igen, igen, minden rendben. Tabalugá, mi a csodát csináltál már megint? Ó, semmit. Eljutottam a holdra és vissza. Íme a tesztpilótát, felséges jegességed. Ez tényleg a holdon járt? És mindezt élve megúszta. Épségben. Fagylalt! Hoznom kell egy fagylaltot! Meg lehet, hogy nagyobb zseni vagy, mint gondoltam. És ebben az a legjobb, hogy jót tettél azzal a kis sárkánnyal. Gratulálok fényességes elmédnek, az űrhajód tökéletesen működött. Magyar hangok. Barát István, Molnár Ilona, Pusztaszeri Kornél, Elek Ferenc, Holnándor, Szokol Péter, Pekár Adrien, Menszátor Magdolna, Forgács Gábor, Mihály Győző. Magyar szöveg Posgai Rita, szerkesztő Vince Szabina, hangmérnök Salgai Róbert, vágó Baja Gábor, gyártásvezető Gyarmati Zsolt, szinkronrendező Zentai Mária. A szinkront az MTVA megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Borgyöngyi. Haragudjatok, hogy késtem. Azon tűnődtünk. Ezúttal mit találtál ki, Tabalugá? Ó, ismersz, Nessája. Kalandok, meg minden. Nos, ha mindannyian készen álltok, azt hiszem elkezdhetjük a pikniket. Nézzétek, ott van az ember a holdon. De nincs is ember a holdon, hiszen mindenki tudja, hogy a hold sajtból van. Ebben nem vagyok biztos. Te mit gondolsz, Nessája? A holdig érhetsz el, hát csak figyelj, Tabaluga, lesz bőven munkád. Gyere, menj meg, Tabaluga, nézz, szükségünk van most is te rád. Holdvilág.
Szóval, hol van már? Tudod, milyen Tabaluga? Bárhol lehet. Ó, Heidi, néhány pillanat múlva biztosan megérkezik. Végül is ő hozza a kosarat a piknikre. Igazán siethetne Tabaluga. Már éhes vagyok. Türelem, kicsikéim. Nem sokára itt lesz. Nézzétek a holdat. Hát nem csodálatos? Elég szép ahhoz, hogy átváltozzam egyszer csak. A hold egy másik világ. Majdnem olyan, mint a miénk, de senki nem él ott. Hű, szeretnék eljutni oda. Szerinted lehetséges? Nem, Tabaluga. Attól tartok, ahhoz a hold túlságosan messze van. Elrepülhetnék oda. Menne! Nagyon későre jár, kicsikém. Valami baj van? Nem. Nessája elmesélt nekem mindent a napról és a holdról. Mondd csak, te már voltál a holdon? Hogy én? A holdon? Túl messze van ahhoz, hogy oda repüljek. De te vagy az egyik legnagyobb madár. Te bírnád a nagy távolságot és... Senki sem juthat fel a holdra, Tabaluga. Nem az számít, mennyit tudnak repülni. Ha nagy a veszély, van megoldás, ne félj. Csak a neved mondjuk, s te már jössz. Hát figyelj, Tabaluga, lesz bőven munkád. Ennyi izgalom után megéheztem. Gyere, ments vagy, Tabaluga, látod, szükségünk van most is rád. Hurrá! És itt jön Arktos, sárzsány, a sok rossz. Átkozott gonoszság, az a csúf tervük, hogy egyszer végül hittön mi váljon a világ. Kicsit Tabaluga, de nem soká nagy sárkány leszel. Míg repülni is tanulsz, és ha mindent megteszel. Ha! Na, azt majd meglátjuk. Jó ét, Tabaluga! Most akartam lefeküdni. Biztos voltam benne, hogy Nessája egész este leckét ad majd neked. Nem. Csak beszélgettünk a napról, a holdról. Nagyon érdekes volt. Az jó. De későre jár. Most már menjünk aludni. Hogy lehet annyira messze? Szinte meg tudom érinteni. Dehogy tudod. Senki sem tudja. Még Arktos sem azzal a sok kütyűjével. Hát persze. Arktos. Ő megmutathatja a holdat. Arktos? Hát nem ő személyesen, de a távcsöve igen. Te meg mi a csodáról beszélsz? Arktosnak van egy távcsöve. Nessája azt mondja, azzal kémkedik utánunk. Ha elég ügyes szerkezet ahhoz, hogy Arktos mindent lásson itt jégvilágból...